Üdvözlünk mindenkit, aki minket hallgat. Ez a Mindig Péntek, a 21. század intézet péntek délutánonként jelentkező podcast műsora. Annak is elindulása óta a hetedik adása, ami egyben az évadunkat zárja is. Én Békés Márton vagyok, az intézet igazgatója. Intézetünk a hét elején publikálta a fél évente kiadott nagy sorozatának legújabb darabját, a Trend című kiadványról van szó, amelynek elindítása óta ez a már a harmadik Darabja legfrissebbnek a címe migráció járvány, háború Európa lejtmenetben erről lesz szó az első és második részünkben is. Nos, röviden a legújabb trend az nem más, mint az Európai Stabilitás Index 2020 és 23 közötti évekre vonatkozó rangsora. Egy ugyanilyen stabilitási indexellást egyébként korábban már készítettünk, akkor a 16 és 19 közötti évekre, tehát még a koronavírus járvány, oroszukra háború és az infláció előtt boldog idők, Ennek a két indexnek a motorja, sőt, kidolgozója a Deák Dániel volt intézetünknek a vezető elemzője, és hát először vele beszéljük meg, hogy milyen állapotban van összességében most már Európa 27 tagállama, ugye a korábbinál 28 volt, most 27. Mit gondolsz? Nagyon fontos, ugye, hogy a stabilitás index az nem azt vizsgálja, hogy most melyik ország gazdagabb vagy szegényebb, tehát nem ilyen szempontból hasonlítjuk össze az országokat, hanem azt hasonlítjuk össze, hogy az adott ország lehetőségeihez mérten gazdasági, társadalmi pozíciójához mérten, milyen változások történnek ezekben az országokban a stabilitás szempontjából, tehát politikai, gazdasági és társadalmi stabilitás szempontjából milyen változások zajlanak az Európai Unió országaiban. És hát itt a számok alapján ugye nagyon sok mutatót vizsgálunk, azt látjuk, hogy gyakorlatilag az összes európai országot megütötte ez a mostani válságokkal teli időszak. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy a, még a Környűvörös járvány előtt, vagy pont a kirobbanásakor publikáltuk az előző stabilitási indexet. De kirobbanása előtt másfél hó. Hónap, igen, nagyjából, amikor nagyjából beszéltünk róla, akkor már elején, láttuk a elején, híreket, elején, hogy jön igen. a koronavírus járvány, hát nem sejtette senki, hogy ilyen négy év elé néz Európa és az egész világ, ugye két év koronavírus járvány, most már több mint két éve tartó háborús konfliktus, és annak a negatív gazdasági környezetei, vagy hatásai. És így azt látjuk, hogy Málta vezeti mindig ezt a stabilitási indexet, a múltkor is és most is, de ők is egyébként lejjebb kerültek, tehát őket is megviselte bizonyos szempontból ez a mostani válságokkal teli időszak, és hát azt látjuk, hogy főleg a közép-európai, tehát a térségünknek az országait viselte meg leginkább a háborús konfliktus, hiszen az energiaválság, a negatív gazdasági hatások, infláció is lehetne még sorolni, ebben a térségben, ebben a közép- és kelet-európai térségben éreztette a leginkább a hatását. Ez Magyarországon is ugye kézzel fogható volt az elmúlt időszakban, de Magyarország és egyébként ez a közép-európai térség annak ellenére, hogy egy ilyen erős hatású negatív válság által sújtva az elmúlt időszakban, még mindig tartja, tehát a top 10 a legstabilabb országban tudható mind Csehország, mind Magyarország, mind egyébként itt a térség fontos országai. Egyedül Szlovákia került ki a top 10-ből, de ők is, ha most nézem a számokat, a 11. 11. helyen 11. vannak, tehát nem zuhantak be akkorát, de látszik, hogy ez a térség tartja magát, ami annak köszönhető, hogy azért az elmúlt időszakban egy viszonylag nagy gazdasági, társadalmi és politikai erősödés volt. Mielőtt belemenjünk valóban az országoknak picit a, a jelen és az, hogy mi három csoportot különböztettünk meg, erről is lesz szó. Hamarosan azt azért szögezzük le, hogy a két európai stabilitási index, tehát a 16-17-18-19-es évre vonatkozó és a 20- 21-22-23-ra vonatkozó, bár nyilván más gazdasági bázisról indulnak, az egyikbe ben volt az Egyesült Királyság, most meg nincsen, teljes mértékben összehasonlítható, hiszen nem csak pontozzuk az egyes országokat, és akkor azt mondhatjuk, hogy korábban Németország a 14 volt, most meg a 15 és akkor mozgott egy kicsit, vagy korábban Szlovákia az első ötbe volt benne, most meg 11. Magyarország, Málta után korábban a második volt, most meg a hatodik, mert ezek a számok persze jelentőség teliek, és senki nem tagadja el, hogy a válság egész Európát megviselte, ezért mondjuk azt, hogy Európa lejtmenetbe kerül, de ugye százalékos stabilitási mutatók is vannak, és az az igazán jelentős, hiszen Málta 87 százalékos stabilitásról, hát mondhatjuk, hogy leesett 81-re, ugye szeretnének más országok így leesni, tehát Bulgáriánál például Elég nagy az instabilitási százalékpontos különbség, hát Németországnál szintén, Magyarországnál szintén van százalékpontos esés, de még mindig a, az első tízbe benne van. És nagyon fontos, ezt szeretném idehozni, és ezután azért belemehetünk egyes országokba, Portugália és Belgium szerintem a a legérdekesebb. A Portugália kitört a déleurópai országok közül, és felemelkedett a, az élmezőny közelébe. Belgium viszont a középmezőnyből visszaesett elég jelentősen. Azért Belgium az EU, az EU központja, és a NATO európai központja, tehát azért nem kis geopolitikai problémákat jelent ez. Mire szeretnék kiukadni? Arra, hogy közép- és kelet-európa országaiban, amiket te is szóba hozol, itt végül is a... Végül is a balti országoktól, Horvátország és Ausztriától Magyarországig tart az az ország sáv, ugye csak EU-s országokat nézünk, tehát Észak-Macedónia, Ukrajna értelemszerűen nincsen benn, Románia kicsit kilóg ebből a, ebből a közép-európai élmezőnyből, sőt a középmezőny közepéből is, de ezekben az országokban külső válság van. Tehát Magyarországot a orosz-ukrá háború és a ráadott szankciók gyötrik meg, míg más országokban, nyugat-európára utalok, spanyol Franciaország végzett megint a végén, Németország a középmezőnybe hát mondjuk is stagnál. Ezekben az országokban belső válság van. Tehát instabil koalíciók, migráció, sőt terrorizmus, és akkor néhány ország példával ezt szerintem jól tudod demonstrálni. Igen, előbb, előbb említett Belgiumban gyakorlatilag már a szétesés is egyre inkább felmerül, tehát ott uh, tényleg a politikai instabilitás az, ami lehozza nagyon a, a pontokat. Én Magyarország sem még egy dolgot emelnék ki, és ez uh, szerintem egy nagyon nagy előnye eh, hazánknak, hogy, ilyen, hogy a politikai stabilitás az ellen kívül erős, ezt szerintem senki sem vitatja, viszont a gazdaságban érezhetünk egy nagyon komoly problémát az elmúlt években ugye a válság hatására, viszont azt is látjuk a számokból, hogy ez társadalmi instabilitást nem jelentett. Tehát hogy mindenki arra számított a háború kitörésekor, és amikor begyűrözött az energiaválság, hogy elszabadul a munkanélküliség. És hát, sőt, koronavírus járvány. Pontosan, nem, tehát ugye? hogy elszabadul a munkanélküliség, nem fogják tudni fizetni az emberek a hiteleiket, lehetne még sorolni. Tehát egy ilyen társadalmi krízist vártak nagyon sokan a válságok kitörésekor. Voltak is szurkolt is. Szurkoltak is neki, ugye, hát állam, lajos államcsődöt várt, és lehet nem is róla ezeket a, ezeket a megszólalókat, de azt látjuk, hogy Szab ez nem következett Szabó be. Tíma rendszeresen dilizett a parlamentbe, ugye a koronavírus járvány idején az ellenzéki pártok egy része a vírusnak drukkolt, és nem a, a vírust kezelő kormányzati, sőt, állami szereplőknek, tehát azért voltak a válságnak vámszedői is, ennek ellenére se alakult ki, ellen belpolitikai válság ellentétben a Belgiummal és Romániával. Igen, tehát ez látszik, hogy a, a, társadalmi stabilitás megmaradt. Tehát a munkanélküliség nem nőtt érdemben, foglalkoztatottsági csúcsok vannak, a nem törlesztő hiteleknek az aránya egyébként 200 alatt van ma Magyarországon. Tehát ez azt jelzi, hogy a társadalmi válság nem alakult ki a gazdasági válság következtében. Ez egy nagyon fontos előny, mert például Romániában ott ugye azt látjuk, hogy egy társadalmi válság is van, tehát hogy azért a foglalkoztatottság jóval alacsonyabb az országban, tehát sokkal kisebb lehetőség van ott, mint például Magyarországon, hogyha valaki munkát szeretne keresni. Ezek nagyon fontos mutatószámok és adatok voltak. Ami látszik, ugye, hogy a dél-európai térség továbbra is rendkívül instabil, tehát ugye Görögország még az előző stabilitás indexben még éppen ezt az euróválságot nyögte, tehát amikor gyakorlatilag mentőcsomagok tudatjai tutsz kellettek ahhoz, hogy az ország életben maradjon. Ez most már kicsit jobbítja az ország helyzetét, tehát politikai stabilitás az visszajött, úgy tűnik, hogy a gazdaság is azért kezd valahogy rendbe jönni, de hát a görög társadalom romokban van. Tehát minden mutató szám, ami a társadalomnak a jólétét mutatja, az rakikus még mindig Görögországban, tehát hiába ezek a rengeteg megszorítással és mindenféle csomagokkal valahogy rendbe tették a költségvetésnek a helyzetét, de ott a társadalmi mutatók nem akarok viccelni, rosszal... de ha nem lenne tengerpart, tehát égei tenger, kréta, akkor, akkor, és nem, nem, nem csak a, a nép jó érzése miatt mondom ezt, nyilván egy, egy tengerpart kulturálisan is sok mindent jelent, de például turizmus. Igen. Tehát azért ez, ez Görögországon is, Horvátországon sokat is segít. alapvetően nagyon sokat segít. Románián, Bulgárián. Igen, és ami szerintem, ki kell emelni, hogy a három meghatározó ország, ugye Németország, Franciaország és Olaszország sem muzsikál annyira jól. Ugye Németországban most is a hetekben arról beszélnek, hogy felbomolhat a, a, koalíciós kormány, ott a gazdaság szintén nagyon megviselte az elmúlt időszakot, tehát a gazdasági helyzet az ott, ott sem muzsikál jól. Franciaország esetében szintén politikai instabilitásról beszéltünk, ami gazdasági válsággal is társul, és hát Spanyolország is a politikai instabilitásról és a társadalmi instabilitásról híres. Tehát, hogy a vezető nagy európai országok, amelyek azért meghatározóak, például most egy európai parlamenti választásra, mondjuk a bizottsági helyeknek a kiosztása van, vagy a parlamentben kik legyenek milyen pozícióban, ezek az országok is úgy tűnik, hogy sok problémával szenvednek, és hát kérdés, hogy a mostani konjunkturális időszak, tehát hogy most végre azért azt látjuk, hogy az európai gazdaság, a magyar gazdaság is tér, tér magához, ez, ez hogyan fogja változtatni majd a, a következőkben a pozíciókat. Én arra számítok, hogy a közép-európai országok megint kicsit erősödni fognak, de hogy te is mondtad, a belső válságoktól küzdő a több nyugat-európai ország vagy déleurópai ország nem fogja tudni kihasználni ezt a konjunkturális időszakot. Bíró Andrással folytatjuk, ezúttal a részletekbe is belemegyünk, értve ez alatt a szerkezeti részleteket. A elmúlt években több új fogalom is közszájon forog, egyik bajósabb, egyik rosszabb, mint a másik. Ilyenek a krízis konvergencia, aztán a polikrízis, amit a Financial Times tavaly az évszavának választott, és aztán itt van a metakrízis, ami meg már egészen negatív, hát mindegyik arra utal, hogy a 2020-as évek elején több válság elkezdett összeérni egymással, ez különösen Nyugat-Európában látszik, és ezeknek a hatásai kölcsönösen felerősítették egymást. Ha mondjuk arra gondolunk, hogy a klímaváltozás növeli a talajeróziót és a szárasságot, ez vízhiányt és élelmiszer problémákat okoz, az háborúkhoz, polgárháborúhoz vezet, mondjuk Szíriában Szudánban például az kiváltja a migrációt, ami meg a befogadó országok társadalmi kohézióját csökkenti. Itt akkor kialakulhat kormányozhatósági válság, ami majd gazdasági problémák, befektetés visszafogást okoz. Hát jó pár olyan ország van, amiben kiderül a, a legújabb trendből is, hogy, hogy ilyen sűrűsödő, gomolygó problémáktól szenved. Hát és igenis ezek közül talán a legfontosabb, főleg a nyugat-európai országok tekintetében a multikulturális társadalom, amely ma olyan szinten szétfeszítette az állam működő képességét, hogy utoljára például néhány nappal ezelőtt Emmanuel Macron ügye előrehozott parlamenti választásokat hirdetett, azzal fenyegetőzött, hogyha nem az ő 20%-on álló pártja, hanem a 36%-on álló Löpen párt, vagy a 27%-on álló Egyesült Baloldal nyer, akkor polgárháború rá Franciaországra. Azért ezek elég súlyos Azt nem mondta meg, hogy ez ki fogja kirobbantani. Igen, nyilván. Esetleg. Ő vagy valaki más. Igen, hát ez hozzátartozik az elitnek a mentalitásához, hogy mindig azzal fenyegetnek, aminek igazából a legfőbb kiváltói ők maguk voltak azáltal, hogy a nép akaratát nem akarják figyelembe venni. De ugye ezekre a válságokra adott válaszoknál lehetne azzal magyarázni, hogy a bizonyos döntések meghozatal az inkább egy folyamat részét képezi, és nem lehet őket a kimenetel szempontjából megítélni. Viszont ez az, hogy racionalitást látunk-e mögé, az feltételezni az, hogy a bizonyos új Rendelkezésre álló tények alapján hajlandóak megváltoztatni a véleményeket. De hát láthatjuk, hogy nem ez a helyzet volt a koronavírus válságnál, a migrációs válságnál, most a háborúnál, szankcióknál, inflációnál, most épp megszavazták a 14. szankciós csomagot is, hát láthattuk, hogy milyen jó hatással volt idézőjelben a német gazdaságra az, hogy ezt a politikát folytatja Európa, illetve a vezető államok is. Ez különösen nagy probléma, amit el is kezdtél szóba hozni, hogy mondjuk az Európai Parlamenti Választások végeredményét nézzük, ahol a, a nem is áttörés jelleggel, de azért a a európai néppártól jobbra álló pártok, ez mondjuk nem nehéz, tehát az európai néppárt a centrumtól inkább arra van, de tőle jobbra álló pártok, tehát a formálódó, de hát aztán nem, létre nem jött szuverenisták frakció, de a, a meglévő két a ICR, illetve az ID frakció, valamint a függetlenek között ülő, mondjuk a SMER, vagy az ANO, vagy a, a Fidesz-KDNP, tehát ez, ezek megerősödtek. Ennek ellenére megint von der Leijel lesz a bizottsági elnök, semmi nem változott a, a, a irányításban, politikai vízióban az Európai tanácsélén, és aztán ott van kaja Kállász, aki, aki pedig hát a, a háborúpárti erőket fogja erősíteni, intészt miniszterelnök, illetve urópai... a korrupcióba belebukott portugál miniszter. És, és még ő is ott van, igen. Tehát ö, annak ellenére, hogy vannak választások, vannak hál' Istennek, demokratikus folyamatok, az elit, amit szóba és hozol, az, az egyáltalán nem ö, változik. Ugyanakkor a nem, nem jós csomagot tettünk le az asztalra, de én szerintem több dolgot megjósultunk. Tehát például a, a lista végén kullogó Franciaországban, előbb már, már mondtad is, hogy előrehozott nemzetgyűlési választás. Belgium, amit jeleztük, hogy erősen visszacsúszott a középmezőnyből a, a sereghajtó déleurópai ország közé, ugye utolsó ö, 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 a végéről számítva az ötödik, és nem a, az érről számítva az lemond a miniszterelnök, és aztán Szlovákia visszaesése bizony, ahol bekövetkezett egy merénylet. Tehát nem Igen. nem jósoltunk, hanem a, a számokból lehet ezeket a Igen, problémákat. és akkor hát ugye a lista legalján ott van Spanyolország, ahol konkrétan a szocialista Pedro Sánchez csak szeparatista párti, baszk és katalán pártokkal tud hatalmon maradni. Azért ez sem arról árulkodik, hogy túlzottan működőképes lenne ez a politikai kormányzás. Bocsás, és amikor szemben... legutoljára a baloldal együtt kormányzott a baszkokkal és a katalánokkal, anarchistákkal, akkor, akkor volt a spanyol polgárhábor. Igen, így van. Szóval hát talán nem árulunk zsákba macskát, hogyha azt mondjuk, hogyha így ebben a mederben folynak tovább a dolgok, akkor a következő stabilitási indexünkben még lesújtóbb képet festünk Európáról, hiszen azért ezekből a trendekből, és hát nem véletlenül ez a neve is ennek a nagy elemzésünknek, lehet arra következtetni, hogyha nem változtat az elit ezen a hozzáállásán, és továbbra is ki akarja zárni a fősodorba azokat az erőket, amelyek azoknak az embereknek a képviseltét látják el egyébként, akik a, akiket a legjobban sújtottak ezek a válságok, és hát itt főképp gondoljunk a kék gallérós, fizikai munkát végző emberekre, nem azért szavaznak ezekre. Igen, nem azért szavaznak ezekre a pártokra, mert ők szélső jobb lennének, hanem van egy rendszerellenesség a körükben, és azt látják, hogy a lakhatási válságot, a megélhetési válságot, a migrációs válságot, ami ugye már a minden napokban is olyan következményekkel jár, hogy szinte naponta jönnek Twitteren az értesítések, hogy megint késes támadás történt Németországban itt, meg ott, meg amott. Ezek mellett már nem lehet egyszerűen elmenni szó nélkül, és hát most gondoljunk bele abba, hogy ha 2015-ben Magyarország a visegrádi négyek vezetésével nem emeli fel a szavát az illegális migráció ellen, akkor hány millió ember jött volna be Európába? Így is két millió bejött, 1,3 milliót vallanak be, majd az Eurostat statisztikáiból kiderül, hogy ebből 300 ezer volt igazából menekült. De hogyha a Willkommens kultúr szellemében bejött volna 3-4-5 millió ember, már is megvannak az eleve kialakult párhuzamos társadalmak, akkor ez, ez milyen jövőképet vetít előre Európán? Maga a bevándorlás az, azért ez egy elég tagolt ö, probléma. A probléma ö, értelemszerűen az két részből áll. Egyrészt az illegális ö, bevándorlásból, tehát itt nem, nem vendégmunkásokról, és pláne nem az életükért futó menekültekről van szó. Szóval a másik probléma viszont az, hogy ezek a Nyugat-Európában, Észak-Nyugat-Európában a bevándorlók és az ők többedik generációs leszármazottaik visszatérnek a gyökereikhez, kultúrájukhoz, öltözködési mintájukhoz, vallásosak lesznek. Ez szerintem nem annak a jele, hogy ott lenne a, a kulturális probléma. A kulturális probléma ott van, hogy Franciaországban, Németországban, részben Olaszországban, de leginkább Belgiumban, Hollandiában egyszerűen a többséginek nevezett társadalom kultúrája nem bír vonzerővel rendelkezni, ellentétben mondjuk Magyarországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal, és Ausztriában ugyanúgy megvan ez a nyugat-európai országokra jellemző probléma. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Európa lejtmenetbe került, azért persze lehet a bevándorlást, meg annak a kezelését, főleg az illegális bevándorlást hibáztatni, de hát szerintem a probléma belül van. Hát ez nyilván egy identitásválságnak a következménye, hogy Európa azzal sincs tisztában, hogy ki ő maga, és mivé akar válni esetleg, mert most is vannak egymással versengő koncepciók, mondjuk Németországon belül, hogy akkor van már egy 80 milliós országban 20 millió olyan ember, aki nem német születésű, és akkor most nagyon diplomatikusan fogalmaztunk, ennek azért a jelentős része legalább egy 8-10 millió ember muszlim, őket hogy tudja integrálni a társadalom? Milyen ajánlatot tud tenni számukra, hogy ők az egész társadalom részének érezzék magukat? És akkor arra még nem is tértünk ki, hogy éppen ezért kezdtek el megjelenni olyan magukat etnikai vagy vallási alapon meghatározó pártok, már Hollandiában van ilyen a DENK, most Németországban alakult egy a DÁVÁ, amelyek pont azt mondják, hogy ez a társadalomból kirekesztett kisebbségeket, akiket vagy etnikai vagy vallási alapon, de ugye nem szexuális alapon, mert a baloldalnak vagy hát a progresszívoknak pont az a veszélyfutása, hogy az általuk minden elnyomottként definiált kisebbséget egyszerre akarnak képviselni, és ezek a pártok meg pont betöltik ezeket a vákumokat, és ez megint csak abba az irányba mutat hosszú távon, hogy polarizálódik a társadalom, új törésvonalak jönnek létre, hát is egy többet generációs bevándorló, aki identitásában mondjuk sokkal inkább töröknek érzi magát, és Németországban nagyon sok ilyen van, az miért ne szavazna egy ilyen pártra? ez volt a Mindig Péntek, a 21. század intézet hetente jelentkező podcast műsora. Szeptember elején újra találkozunk. Köszönjük a megtisztelő figyelmet!